Ha minden karatést megkérdeznénk Magyarországon, akkor azt mondanák, hogy biztos, hogy Magyarország egyik legjobb forma gyakorlatosa. Ha tőlem kérdezik meg, akkor Magyarország jelenleg regnáló legjobb forma gyakorlatosával állunk szembe. Ő nem más, mint Nagy Botond, az UTE Karate csapatának új tagja. A válogatott kataversenyző idehaza kifejezetten nagy névnek számít az olimpiai szakákban. Legnagyobb eredményemet tavaly nyáron értem el. Sikerült az egyetemi Európa-bajnokságot megnyernem. Ez tényleg valójában annak köszönhető, hogy elkezdődött az ázsiai mestereimmel a közös munka, és ez tette hozzá azt a pluszt, ami kellett, hogy végre megugorjak egy ilyen komoly versenyt. Előtte azért sikerült felnőttben is kétszer Európa-bajnokságon bronzéremért küzdenem. Előtte pedig korosztályosban is voltak különféle helyezéseim, de egyértelműen az egyik legkimagaslóbb az a tavaly nyári sikerem. Nagyon-nagyon tehetséges, és már megmutatta a nemzetközi versenyeken azt, hogy mire képes. Én azt gondolom, hogy a következő 10 évben, bátran számolok 10 évvel egy forma gyakorlatosnál, több nemzetközi eredményre számíthatunk tőle, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, és hogyha sikerül úgy a felkészülése, ahogy ő álmodik, és ahogy mi gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy olimpiai esélyei is vannak. Botond az edzéseihez sokszor több ezer kilométer távolságból kap online segítséget. Van magyarországi edzőm is, ugyanaz maradt, aki a nevelő edzőm is, Szinák Attila. Klíma Zsuzsánnál kezdtem, aztán végül Szinák Attilához csatlakoztam, és vele dolgozok most már 18 éve, és ő koordinálja az itthoni felkészülésemet. Érezte egy pár éve annak szükségét, hogy kéne nyitni Ázsia és legfőképpen Japán irányába. Sok mesternél megfordultam már Japánban, végül a Sekine családnál kötöttem így ki, és Hirokazu sensei segíti a munkámat igazából nap mint nap, mert hogy januárban töltöttem kint náluk egy 3 hetet, és utána folyamatos kapcsolatban voltunk. Aztán jött a koronavírus, és ennek hatására elkezdtünk online is együtt dolgozni, és igazából napi szinten javítgatja a mozdulataimat. Boti felnőtt versenyző. Ő kialakult értékrenddel, kialakult edzésmenettel, nekünk ezt csak segíteni kell. Tehát nekünk ebben nem szabad beleszólni, nekünk a tárgyi eszközök, az infrastruktúrális feltételekkel, és minden egyéb eszközzel, ha szüksége van más kiegészítésre, akkor azzal kell segítenünk, hogy ő még jobb eredményt érjen el. Az UTE az egy nagy múltú klub, és számtalan sok olimpikonja van. Mivel a célom nekem is az olimpia, így egy olyan klubot szerettem volna keresni, ahol a körülmények és az eszközök és a lehetőségek adottak ahhoz, hogy én az olimpián legyek. Úgyhogy itt van a döntésemet, azt így hoztam meg, ennek megfelelően, hogy hol tudnám elérni az álmaimat. És azt gondolom, hogy az UTE az nagyon támogató volt ebbe a kérdésben.